megilletődött a rendőrmotor szirénájától az 5 éves Noel, ahogy ezen a fotón látszik, másodpercekkel később viszont már fel is ült rá. A hűgyészi kisfiú Tolna megyei rendőrök és a szekszárdi mentőállomás egy munkatársa vitték el Szombathelyre, a 112-es segélyhívó központjába. Segélyhívó központ, jó napot kívánok, miben segíthetek? Anyám lent fekszik a földön, elvigyálulva. Noel még júliusban tárcsázta a 112-es segélyhívót, miután az édesanyja elájult. A hőgyészi kisfiút gyorsan kapcsolták a mentőknek, ekkor pedig elmondta pontosan, hol lakik, majd követte a mentős utasításait, például megnézte, hogy az édesanyja lélegzik-e. Keltsem fel, és felkejtettem. A hangfelvételt a rendőrség hozta nyilvánosságra, hogy Noel történetén keresztül hívják fel a figyelmet arra, milyen fontos, hogy a gyerekek helyesen tudják használni a 112-es hívószámot. A híváskor a fiú még arra is emlékezett, hogy az anyukája korábban megtiltotta neki, hogy egyedül lépjen ki a házból. Szomszédban nincs otthon valaki, esetleg a szomszédban nem hallani, hogy lenne otthon valaki felnőtt? Nem mehetek jövőre egyedül. Noel most nagyon élvezte a szombathelyi látogatást, az őt elvívő rendőrségi szóvívő szerint a nem mindennapi ajándék a bátor kisfiú életének egyik legnagyobb élménye lehetett. Nem csak azért, mert legót és más ajándékokat kapott, hanem mert olyan dolgokat is kipróbálhatott, amikre még a felnőttek közül is csak keveseknek van lehetőségük. Betekintést nyerhetett a 112-es segélyhívóban dolgozó személyek munkájába, beülhetett annak az úriembernek a székébe is, illetve fogadhatott is egy hívást a segélyhívó központban. A nap folyamán azonban a legeslegfontosabb élmény a számára az volt, hogy utazhatott egy rendőrségi kis busszal, felülhetett a rendőrmotorra, illetve az, hogy megfoghatta Balázs Zsolt igazi rendőrjelvényét is. A kisfiú nem csak ajándékokat és élményt kapott, hanem oklevelet is, amiért olyan bátor és ügyes volt, amikor az édesanyja rosszul lett. Dr. Balázs Zsolt rendőrezredes, a 112-es segélyhívó központ vezetője adott át számos ajándékot az ő részére, mégpedig egy olyan elismerő oklevelet, amelyben megköszönték ezt a fajta tevékenységét a kisfiúnak, illetve megkapta az első számát a 112-es segélyhívó foglalkoztató füzetének is. Noel tehát élményekkel és ajándékokkal tért haza Szombathelyről. Úgy tudjuk egyébként, hogy az édesanyjának azóta sincs komolyabb baja, valószínűleg csak a kimerültségtől lett rosszul júliusban.